Több mint fél évtizeddel ezelőtt kezdődött el egy alulról jövő kezdeményezés a Női Vállalkozók Erdélyben csoport. Egy közösségi oldal csoportjába jelentkező hölgyek közös igénye volt, hogy olyan közegben vállalkozhassanak, ahol egyrészt szakmai és lelki támogatásra lelnek, ugyanakkor a hasonló problémákra közös erőfeszítéssel találhatnak megoldást. Ennek a közösségnek a második országos szakmai találkozójára került sor Marosvásárhelyen. A konferencia két témaköré szerveződött. Az egyik nagy téma, ami mozgott egész évben a csoportban, az a női vezetői szerepek. Egész pontosan az, hogy nőként, vezetőként mi az, ami megfelelő, mi az, amit megengednek, mi az, amit nem, mi az, amit nincs kitalálva, mi az, ami nehézséget okoz. Tehát erre a témára fókuszáltunk egyrészt, és a másik része pedig az, hogy minek látszunk. Tehát ez a personal branding, az én márkaépítés, az, hogy bizonyos helyzetekben hogyan viselkedünk, és a viselkedésünk miként értelmezendő a környezetünk által, tehát minden, ami protokoll. Tehát igazából, ha össze kellene foglalnom, akkor azt mondanám, hogy azzal foglalkozunk ezen a két napon, hogy hogyan viselkedjünk, meg hogyan beszéljünk, hogy azt értsék, amit szeretnénk, hogy értenék, és úgy értelmezzenek minket, ahogy mi szeretnénk, hogy értsenek. A múlt év kapcsán, ugye a múlt évben több ízben is szóba került, hogy a nőként megállni a helyed az üzleti világban, personal brandinggel vagy anélkül, jóval nehezebb, mint egy férfi embernek. Továbbra is egy év távlatából így látod ezt a kérdést? Valóban nehezebb a nőknek megállni a helyüket az üzleti világban? Ez egy nagyon érdekes kérdés, ez két különböző kérdés egyébként, mert az, hogy milyen a personal, tehát az én márkád, az milyen, az alakul, ha épített tudatosan, akkor olyan alakul, amilyenre szeretnéd, ha nem épített tudatosan, akkor is épül, csak valami teljesen más, és ez pont ugyanolyan kihívás egy nőnek, meg egy férfinek. Ha az üzleti életbe építed az én márkádat, majd azért szükséges az én márkád, mert ez az üzleti életben hasznos eszköz, akkor itt nem én látok különbséget férfiak és nők között. Az, hogy mennyire nehéz neked az üzleti életben nőként hitelesnek lenni, láthatóvá válni, az már egy más tartészta. Tehát arról már vannak gyakorlatilag felméréseink, meg adataink, hogy sokkal nehezebb. Tehát, hogy ez egy nehezített pálya. Nehezített pálya a Női Vállalkozók Erdélyben csoport számára. Ezen belül vannak felmérések, vagy egyáltalában beszélgetünk erről a kérdésről? Erről egyébként vannak nemzetközi felmérések is, meg vannak helyi felméréseink is. Tehát, hogy ez... És nem jobb a helyzet itthon, mint a nagyvilágban úgy általában. Tehát. Mi az ok? Miért nehezebb ez a pálya a nőknek? Jaj, hát nagyon, ez egy nagyon komplex kérdés, ezt is szakember tudja szerintem megválaszolni, tippjeim vannak. Tehát, hogy mindenképpen nehezíti azt, hogy megváltoztak a szerepek, meg hogy jóval több szerepben kell teljesíteni. Mivel megváltoztak a szerepek és megváltoztak a lehetőségek, ezért felvetődött egy rakás kérdés. Tehát ez, hogy vezetőként és nőként mi az, ami hatékony, vagy mi az, ami nem, vagy azok a minták, amiket mondjuk eddig női mintáknak tekintettünk, hogy valaki lojális, hogy valaki figyel a jólétére, vagy hogy valaki csapatjátékos. Ezekről úgy éreztük, hogy ezek inkább női tulajdonságok, ugye. És akkor most van egy ilyen tendenciánk, hogy azt mondjuk, hogy a női vezető ilyen. Közben vezető van, az lehet nő vagy férfi, és az mást eltészte, hogy a jelenlegi üzleti kultúrába ezek a tulajdonságok válnak értékké. Tehát, hogy igazából itt történik egy változás az üzleti életbe, és a nőknek valóban egy kicsit több eszközük van ennek az új modellnek megfelelni, mint a férfiaknak. Milyen eszközökről beszélünk? Ezt, amit például felsoroltam, hogy ugye mindig azt mondták Tehát ugye az egyik legfőbb előítélet az, hogy a nők nem tudják kizárni az érzéseiket a munkahelyről, ugye. És akkor ezt lehet negatívan értelmezni, meg pozitívan értelmezni. És most jelen pillanatban olyan munkaközösségek vannak, ahol az, hogy az érzésekről beszélünk, meg az érzelmekről beszélünk, az egy teljesen természetes állapot. Ezelőtt 20-30 évvel a munkahelyen nem beszéltünk az érzéseinkről. Az, hogy egy vezető figyel arra, hogy a munkatársai jól érezzék magukat, amellett, hogy arra is figyel, hogy igen, profitot termeljen, meg elvégezzék a munkát,
Ez megint egy olyan dolog volt, ami azt mondták, hogy nem lényeges ezelőtt 10 évvel. Most viszont, ha meg akarsz tartani egy munkaközösséget, muszáj közösséget építened, muszáj figyelned az embereidre. Tehát, hogy tényleg megváltozik szépen lassan ez a kultúra, ami az üzleti életet, meg a csapatépítést illeti, és valóban van egy rakás nőinek nevezett tulajdonság, ami most hát inkább pozitívumnak számít, mint negatívumnak. Aminek látszunk kérdéskör, kapcsolatban áll az én márka építéssel és azzal, amit, ahol, ahogy kommunikálunk. Én azt szoktam mondani, hogy tanuljuk meg a szabályokat, és utána szegjük meg őket tudatosan. Tulajdonképpen az egyediség valamiféle mixről szól. Nem az a cél, hogy kitaláljunk valami különleges dolgot, hanem megtaláljuk azt, ami minket egyedivé tesz. Azt szoktam mondani, hogy a személyes márkát nem kitalálni, hanem megtalálni kell. Általában ugye az élet sok területén ez van, hogy megtaláljuk azt, amiben mi erősek vagyunk, illetve gyengék, és akkor ezek között lavírozunk. De hogy lehet ezt megtalálni az üzleti világban? Tehát egyénként barátaink, illetve családunk környezetében boldogulunk úgy, ahogy, de az üzleti világban mennyire nehéz ezt? Előbb találjuk meg, és azután vállalkozunk, vagy előbb vállalkozunk, és utána tanulunk? Hát én azt gondolom, hogy mint az életben a legtöbb minden, ez egy párhuzamos folyamat. És mindenkit arra szoktam bíztatni, hogy kezdj el, nem baj, ha bukdácsol. Az a lényeg, hogy ezekből a bukdácsolásokból, hibákból tanuljanak. Te hogy tanultál? Hogy kezdted? És hogy jutottál oda, ahol ma vagy, mert az azért elég messze van a kezdettől? Hát én eredetileg szociológus vagyok. Ezen belül is szociálpszichológiával foglalkoztam, és aztán az élet úgy hozta, hogy egy olyan környezetbe kerültem, ahol szükség volt a szociálpszichológiai tudásra. Közben megjelent, azt hiszem a 90-es évek végén a Tom Peters tollából tulajdonképpen a személyes márkaépítés programadó írása, amit olvastam, és akkor tudatosan elkezdtem magam képezni. 2008 óta, azaz pontosan 15 éve vagyok vállalkozó én is. Hát én is elkövettem az összes hibát, amit el lehet követni vállalkozóként vagy vállalkozónőként, de ezeken a hibákon ma már mosolygok, mert nagyon sokat tanultam belőlük. Mi van, amikor annyira pofára esünk, hogy nem is tudunk belőle tanulni? Hol van az a pont, ahol adjuk fel és kész, szerusz, elmegyünk valakinek a keze alá dolgozni? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy ez teljesen egyedi, de az a tapasztalatom, és főleg a vállalkozó nőknél, hogy sokkal hamarabb adják föl, mint kellene. Úgyhogy ha most a vállalkozó nőkhöz szólhatok, akkor én nekik azt javasolnám, hogy kitartás, ha nem is a végtelenségig, de talán egy picit tovább, mint gondolnák. Ha egy kis okost kellene a vállalkozó nők kezébe adnod, vagy egyáltalában a vállalkozók kezébe adnod, akkor melyek legyenek azok a lépések, amelyekkel a márkájukat felépíthetik úgy, hogy jól, hatékonyan, és végül is önmagukhoz híven fel tudnák építeni? Erről több könyvet is írtam, most igyekszem ilyen nagyon röviden összefoglalni a lépéseket. Szerintem a legelső lépés az, hogy valamiféle önismeretre szert tegyünk, tisztában legyünk azzal, hogy kik vagyunk, mit szeretnénk, milyen értékeink vannak. Emellett nagyon fontos, hogy megismerjük azt a kontextust, amiben boldogulni szeretnénk, másokat, ha úgy tetszik, egyrészt a konkurenciát, másrészt az ügyfeleinket, vagy lehetséges ügyfeleinket, hiszen hozzájuk szeretnénk beszélni. És akkor ezután, mielőtt még elkezdenénk kommunikálni, van egy nagyon fontos lépés, hogy ennek a háromnak az ismeretében gondoljuk végig, hogy mit, hogyan és hol szeretnénk kommunikálni. A női vállalkozó konferenciáján szó volt arról is, hogy mi az a protokoll és hogyan kell csinálni.
Ha most egy nagyon megkötött határozást kell mondanom, akkor az egy eljárási rend. De nyilván a protokollnak rengeteg csínya-bínya van, és ez az sem titok, hogy kultúránként változik. Tehát, hogy megmondjam én a tutit, hogy mi az a protokoll, akkor egy ilyen nagyon száraz meghatározással tudnék élni, de szerintem ennél sokkal színesebb, és ennél sokkal érdekesebb, mint hogy egy szóban vagy egy mondatban összefoglaljuk. Én azt hiszem, hogy egy egész élet sem elég arra, hogy minden, amit a protokoll, az illem és mondjuk az etikett szabályok lefednek, elég legyen ahhoz, hogy elsajátítsuk. Minden nap tudunk tanulni egy keveset, és bízom benne, hogy minden nap tudunk felfedezni olyan újdonságokat, amelyek a mindennapjainkat segíthetik. Mi van, hogyha valaki ezeken a szabályrendszereken kívül létezik? Vesztett ügye van-e teljesen, ha nem úgy viselkedik, ahogy az illem, az etikett, a protokoll diktálja? Tudsz-e érvényesülni a saját egyéniségedben vállalkozóként? Természetesen nem probléma az, hogyha valaki úgymond önmagát adja. Szerintem magának a viselkedés kultúrának az egy nagyon fontos eleme, hogy minden körülmények között tudjunk megmaradni önmagunknak. És itt szeretném elválasztani a kettőt, hiszen a viselkedés kultúra és a protokoll az két külön dolog. Tehát az, hogy én hogyan viselkedek a mindennapi életben, vagy akár üzletasszonyként, cégvezetőként, az két külön dolog. Tehát én el kell tudjam választani a magánéletemet, úgymond az üzletéletemtől. És itt jön be a protokoll, hogy igen, az üzletéletben köteles vagyok betartani azokat a szabályokat, amelyeket a nagykönyv előír. Azért vagyok köteles betartani ezeket, mert hogyha egy olyan emberrel találkozom, aki szintén tisztában van ezekkel, akkor ő rögtön fogja tudni, hogy nekem ez hiányosság, hogy én ezt nem tudom. Megsértve érezheti magát, hogyha én nem úgy kezelem őt, ahogy az elvárt. Tehát lehetnek olyan félreértések, amelyek nem tudatosak, De azáltal, hogy nem tartom be a protokollszabályokat, a másik fél annak véli, hogy én megbántom őt. Ennél ugye egy fokkal magasabb a diplomácia, ott szigorúan betartandó szabályok vannak. Országok állhatnak harcban azért, hogyha valaki valakinek nem úgy nyújt kezet, ahogy kéne. Tehát ennyire sok ágaboga van ennek a szakterületnek. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép dolog, tehát érdemes vele foglalkozni. Vállalkozóként mindig zsonglőrözni kell az élet különböző területei között. Megéri azonban prioritizálni az adódó tevékenységeket. Én azt gondolom, hogy egészséges dolog, ha az embernek vannak álmai, és jó dolog, hogyha ezeket ki tudja mondani. Ez olyan, mint egy utazás tervezés. Kimondom, hogy én el akarok jutni Balira. Utána már ki tudom találni, hogy hajóval megyek, gyalog megyek, az nem jó, mert tengeren keresztül kell menni. Elgondolkozom azon, hogy ha odáig drága az út, akkor hogyan tudok ócsítani rajta. Tehát van a tervezésnek egy olyan része, ami álmodozás, és utána ezt racionalizáljuk. Ez rövid távú tervekkel is így van, szeretnék a hétvégén pihenni, akkor hogyan tudom a hetemet megszervezni ehhez, szeretnék többet lenni a következő fél évben a gyerekeimmel, mit tudok ezért tenni. És a vállalkozásban rengeteg eszköz áll rendelkezésünkre, sose felejtsük el, hogy a vállalkozás még akkor is egy szervezet, hogyha csak egy emberből áll. És itt a szervezetnek két té van a végén, és néha egy té van a végén, szervezettségről szól a szervezet. Úgyhogy azt gondolom, hogy így tervezünk, hogy álmodozunk, tervezünk, racionalizálunk. Hogyan működik az, hogy párhuzamosan a magánélet is működjön, a cég is működjön, és valóban ne őrüljünk bele, mert rengeteg tennivaló van. Hogy éri meg ezeket prioritizálni? Én abban hiszek, hogy a magánélet mindenek előtt. Ezt vállalkozási tanácsadóként nagyon kemény kimondani, de átéltem, és ügyfeleknél is látom, hogy bizony van olyan, hogy a magánélet földhöz csapja a vállalkozást. És itt az élet az, ami földhöz csapódik, ennek nem szabad megtörténnie. Úgyhogy a vállalkozásról úgy érdemes gondolkozni, mint egy járműről, ami időnként összetörik, és akkor megjavítatjuk, vagy csinálunk egy másikat. Van ilyen. Ha mindig a saját egészségünk, a családunk egészsége, és itt most nem csak a testi egészségre, hanem a lelki egészségre is gondolok, van előtérben, akkor tudok arról gondolkodni, hogy hogyan lesz a vállalkozás egy tőlem függetlenül egészséges dolog. Hosszú távon neked hogyan sikerült a vállalkozásodat megalkotni, felfuttatni, és íme nem tegnap kezdted el, tehát fenntartani?
Igen, mi már 13 éve vállalkozunk, 13 éve van ugyanaz a vállalkozásunk, nekem voltak korábban is, meg ezzel párhuzamosan is más tulajdon részeim vállalkozásokban, és én mindig csapatban gondolkodtam. Ez nekem egy nagyon nagy kulcs volt, soha nem egyedül. A legnagyobb kockázata egy vállalkozásnak az, hogyha egyetlen emberen múlik a siker. Az egyetlen ember bármikor lehet influenzás, bármikor el akar utazni szabadságra, megállna a vállalkozás. Úgyhogy én mindig azon gondolkoztam, hogy hogyan tudok csapatban, más emberekkel, partnerségben gondolkodni. Ez volt az egyik kulcs. A másik, hogy nagyon következetesen, nagyon őszintén megbeszéltük a célokat, és mertünk kanyarodni, hogyha az út nem arra vezetett, hogyha azt éreztük, hogy mi már másfelé akarunk menni. Ezek a kanyarok néha elég nagyok voltak, tehát hogyha én végignézek ezen a 13 éven, akkor legalább két olyan pillanat volt benne, amikor bevallottuk magunknak, hogy már nem az történik, amit pontosan szeretnénk, és menjünk másfelé. Úgyhogy ha végignézzünk rajta, ez nem is egy vállalkozás, hanem mondjuk három nagyon hasonló vállalkozás, háromszor körülbelül 5 év, amik egy kicsit átvettek, és ez nagyon sokat adott ahhoz, hogy sikeres legyen. Akartunk és tudtunk a saját változásunkkal és a piac változásával együtt menni. Ha egy kis okost kellene most rögtönöznöd, az akár most működő, vagy most kezdődő vállalkozások tulajdonosaihoz, melyek lennének azok a lépések, amelyeket tegyenek meg, illetve ne tegyenek meg? Hűha! Ez a legtrükkösebb kérdés. Merészség lenne azt mondani, hogy ilyen kis okos létezhet, de megpróbálok egy néhány egyszerű dolgot mondani. Azt gondolom, hogy ha valaki most indul, akkor az egyik, amit mindenképpen tegyen meg, merjen kísérletezni. Egy új dologba vág bele, olyan, mint a biciklizés, lesz benne pofára esés, és utána fölállunk és megyünk tovább. Be kell vallani magunknak, hogy ez valami, amihez nem értünk, és kísérletezni kell. Mindenképpen tegye meg egy kezdő, hogy közösségben gondolkodik. Itt vagyunk a Női Vállalkozók országos találkozóján, itt egy hatalmas közösség, mindig van kihez fordulni, mindig van kitől kérdezni, mindig lehet egyszerűen csak támogatást kérni egy kezdőnek, ez húsba vágóan fontos, ne maradjon egyedül a vállalkozásával. És talán még ami nagyon fontos, hogy önmagához legyen rettenetesen nagyon őszinte. Akkor is, hogyha elakad, akkor is, ha nagyon örül valaminek, akkor is, ha megijed, ezeket hangosítsa ki, mondja ki, és utána kezdjen el ennek megfelelően viselkedni. Az, hogy mit ne csináljon, hát ez a legnehezebb kérdés, nem tudom. Szerintem mindent csináljon, és aztán jöjjön rá, ha az nem volt jó. Nem kizárólag, de hangsúlyosan a vállalkozói lét egyik rákfenéje a kiégés. Három szakasza van ennek. Felpörgés és nagy erőleadás rövid távon, a várt eredmény elmaradása miatt következik a hanyatlás. Harmadik szakaszban motiválatlanul befele fordul az egyén, ez ellen azonban lehet tenni apró lépéseket. A kiégésnek három fázisa van, és az első fázis az egy nagyon izgalmas fázis, az, amikor hipermotiváltak vagyunk, meg akarjuk váltani a világot, hivatástudatunk van, mindent túltolunk, mert megyünk és csináljuk. És ennek van egy második fázisa, az az, amikor csalódunk a világban. Azért csalódunk a világban, mert nem azt kapjuk, amit mi beadtunk. És jön a harmadik fázis, és az az, amiről te is meséltél, hogy motiválatlanok vagyunk, kivonódunk, elmagányosodunk, mert elfáradtunk. Gyakorlatilag ez történik a kiégésben, mint szakasz. Az, hogy mindenkinek az életében hogy valósul meg, hát ez ugye mindenkinek a személyes dolga, de hogy ezek a kulcsszavak, amiket mindenki felismer valamilyen szinten, és le tud vetíteni az életére. És erről fogunk a workshopon beszélni. Egy kicsit feltérképezzük azt, hogy ki, hogyan ég ki, és hogy mit tudunk csinálni ahhoz, hogy megelőzzük mondjuk a következőt, mert szerencsére ezek szakaszok. Tehát, hogy a kiégésből ki lehet gyógyulni, és aztán úgy adódik, hogy bele szoktunk menni egy másikba is. És mit tudunk csinálni? Tehát ha már ott tartunk, hogy motiválatlanok vagyunk, és ülünk a nappalinkban ügyesen bámulva egy könyvet, a televíziót, vagy bármit, vagy épp semmit, hogyan kell tovább lépni? Mi ennek a gyakorlati megoldása? Az a baj, hogy ekkor kell megerőltessük magunkat. Tehát, hogy ekkor van az a pont, amikor egyszerűen a tudatunkat be kell kapcsoljuk, kell tudatosítsuk, hogy mi most egy kiégési fázisban vagyunk, és egyszerűen el kell kezdjünk apró lépéseket tenni a felé, hogy kimásszunk belőle. Az apró lépések rutin.
testmozgás, nem kell ezek nagy sporttevékenységek legyenek, de hogy legyen valami rutin, és legyen főleg szabad levegőn, egy séta is pont jó, csak hogy legyen minden nap ismétlődő rutin. Az étkezéssel nagyon sokat tudunk segíteni, és a szociális hálunkat pedig fenn kell tartsuk. Mert mennyi azt jelenti, hogy menjünk ki kocsmázni, menjünk beszélgetni az emberekkel, még akkor is, hogyha nem esik jól először, de hogy ezek azok a fontos lépések, amiket tudattal kell irányítsunk, meg kell tegyük, ahhoz, hogy ki tudjunk belőle kászálódni. Persze nem ennyire fehér-fekete, tehát hogy mindenkinek változik, de ezek az alapvető dolgok, amikre érdemes figyelni. A te életedben hogyan valósult meg a kiégés, vagy a kiégések? Mert gyanítom, hogy attól, hogy tudod, hogy mi az, mivel eszik vagy isszák, hogy éred el ezt az állapotot, és hogyan mászol ki belőle, te is megélted. Megéltem nagyon sokszor, én krónikus kiégés visszaeső vagyok. Nekem az első fázis az, amit nagyon-nagyon sok év után be tudok most már azonosítani, és az az első fázis, ami ugye nagyon nehéz, mert hogy hipermotiváltan tesszük bele, mentsük meg a világot, menjünk előre, csináljunk valami változást, és ez a turbózás, amivel felturbózzuk magunkat, ez a legjobb, hogyha felismerjük, hogy akkor ez várj, mert ennek lesz böjtje. És hogy igazából én most ott vagyok, hogy nagyon-nagyon sokszor mentem bele ezekbe a körökbe, és még mindig hajlamos vagyok belemenni, de amikor felismerem magamba, hogy akkor ez most az, akkor próbálok már valamiféle rutinszerű én időket beépíteni, amik lehetnek fél órák, 15 percek az életben, ami lehet egy kávézás, lehet az, hogy kikapcsolom a telefonomat, nem nézem meg, nem reagálok, hogy egy kicsit legyek magammal. Nekem a digitális detox volt az, ami nagyon-nagyon sokat segített, hogy egy kicsit tudjak elcsendesülni, és egy kicsit tudjak magamra figyelni. Ez a szombati napjaim amúgy. Tehát a szombati nap az egy döntés nálam, hogy én szombaton nem dolgozok, telefonomat valahova lerakom, nem tudom, hogy hová, és akkor nem reagálok semmi üzenetre. Egyébként van olyan ember, aki soha nem ég ki? Nem tudom. Tehát, hogy én nem vagyok kutató, nem vagyok pszichológus, engem azok érdekelnek, akiknek megfogalmazódik ez a kérdés, hogy vajon elértem-e már a kiégés fázist. Én azzal tudok dolgozni, tudunk beszélgetni, de nem terápia szinten. Szerintem nincs olyan ember, de lehet, hogy nem tudatosította. Milyen tanácsokat tudsz adni, még a kocsmázást leszámítva, a napi rutint beépítve? Tehát gondolati szinten tudunk valamit kezdeni ezzel az egészen? Mert többnyire az van, hogy csináljuk a dolgokat, amelyek elénk kerülnek, amit elénk ad a főnökünk, a párunk, a gyerekünk, a stb. És a gondolataink valahogy úgy elmaradnak, úgy, amikor idő lenne gondolkodni, már fogalmunk sincs, hogy hogyan kell azt csinálni. Az első legfontosabb tanács, amit én is próbálok magamnak interiorizálni, de tudom, hogy működik, az, hogy tanuljunk meg egoistának lenni. Tehát, hogy első és legfontosabb az, hogy az én jól létem, és utána minden jöhet. És ez még akkor is így kell hangozzon, amikor családanya vagyok, amikor főnök vagyok, amikor beosztott vagyok, az első az én vagyok. És onnantól kezdve jöhet mindenki más. Ha önmagától nem tud felépülni az ember, érdemes segítségért folyamodni például a munka-magánélet egyensúly témájában. Az elmúlt két évben ugye több mint 50 női vállalkozóval dolgoztam személyesen, és azt látom, hogy nincsen mindenki számára bevált recept, hanem én abban hiszek, meg azt is látom, hogy mindenki, hogyha eléggé jól megnézi az elemeit az életének, meg az érzelmeivel kapcsolódik, akkor megtalálhatja azt a megoldást, ami az ő életében fenntarthatóvá tehető. És hogyan lehet ezt gyakorlatban megoldani? Tehát arra lennék kíváncsi, hogy ugye van egy adott probléma, amivel eljönnek hozzád, miután kibontottátok a problémát, kiderül, hogy van több kicsi, amiből összetevődik a világ vége. Hogy lehet így lehámozgatni, mint ahogy ugye a hagymának a héját, egész addig, hogy kiderüljön, hogy nincs is magja a problémáknak, csak mi hordtuk össze? Hogyan lehet lehámozni? Hát sokszor az első találkozás az arról szól, hogy ventilálnak az anyukák. És kimondják az összes érzésük, gondolatukat, és nem is igazán keresünk még rációt benne, hanem effektív az a felgyülemlett érzés, ami van bennük, azt ők kiadják, kimondják. És utána, amikor ezek az érzések valamennyire leülepednek, akkor lehet... Sokszor elég az, hogyha teret kapnak arra, hogy ők egy kicsit ezt a puzzle-t elrendezgessék, megtalálják a hasonló elemeket, és utána ezeket az elemeket összeillesztgessék, és néha ez bőven elég.
Viszont abban az esetben, amikor ez nem elegendő, akkor különböző nyitott kérdésekkel, meg reflektálással, tükrözéssel próbálom segíteni őket abban, hogy megtalálják azt a módszert, ami számukra beválik, illetve sok esetben nem is az ötletelésnél van az elakadás, hanem azon a ponton, hogy ezt fenntarthatóvá tegyék. Ez a kis riport egy szűk kivonata a Női Vállalkozók Erdélyben csoportidei találkozójának. Kiderül azonban belőle, hogy a női vállalkozói lét minden vetületét lefedő előadások és workshopok segítik az egyén és a közösség boldogulását.